olyan sárga-fehér bójákat kell keresni, ami ott van, fölakasztva. Szúróbélyegzővel kell majd a menetkartonba jelölni. Kettő dolgot fogtok kapni, egy térképet és egy menetkarton. A cél az volt, hogy a gyerekek és a fiatalok körében népszerűsítsék a mozgást, valamint a stratégiai feladatok megoldásának elsajátítását. Bischoff Tamás, az Egyesület túravezetője számolt be a programsorozatról. A bójakereső játékot már évek óta megrendezzük itt a Bonyhádi Ifjúsági Parkban. Az Ifjúsági Park területén tájfutó bójákat szortunk el, és térkép segítségével kell a játékos kedvű felnőtteknek, gyerekeknek megtalálni ezeket a bójákat. A szervezők logikai és szórakoztató játékokkal, feladatokkal is készültek. Itt ebben a délutánban nem csak ilyen bójakereső pályát állítunk föl, egyébként egy könnyebb pályát az óvodásoknak, ez az icinke-picinke pálya. A másik a nagyobb pálya, ami a parknak az egész területére kiterjed, az pedig a nagyobbaknak a szajkó-kószáló pálya. De ezen túlmenően még ügyességi együttműködést igénylő játékokat is kihelyezünk, ilyen mint slackline, vagy deszkatalp, vagy négyszeres pecabot, vagy vakfolyosó, amit mindenki kipróbálhat kedvére, és egy ilyen szabad, laza délutánt eltölthet itt az Ifjúsági Parkban. Palkó Panna már nem először vesz részt a rendezvényen. Én nagyon szeretem, itt csapatban versenyzünk, ugye, vagy hát versenyzünk, élményeket szerzünk, a tudásunkat is tudjuk fejleszteni, térképet olvasni, és nagyon sok élményt lehet szerezni. Elmondta, az összefogás, az egymással való közös munka fontos része a játéknak. Szerintem ez az egyik legjobban, ez építi nagyon a csapatot, és itt nagyon össze kell dolgozni, és figyelni mindenkire. A Mozdulbonyhád akció része a pontgyűjtés, amellyel a résztvevők iskolákat, óvodákat és más intézményeket tudnak támogatni.